Sziasztok, srácok! Szerintem most időt mindenkinek. Itt vagyunk a legújabb vlogban, amiben is húzatok. Más néven sorközművelőzök. Magyarul, ugye a húzatás is magyarul van, de lehet, hogy többen használhatok, hogy sorközművelés. Napraforgóban vagyok, jelenleg egy 30 hektáros táblába. Hát szerintem ilyen majdnem 3/4-nél vagyok már. Már az a sarok van itten, meg ott feljebb egy kis darab. A terv meg van csinálva mind balra. Egy jó kis Gaspardo kapával, meg a John Deere 2850-essel. A kapa az 6-soros, de 7 tag van rajta. 5 tagon van 5 kapa, a másik 2-n pedig 3, a két csatlóban legyen csatlakozó sornál. Jó idő van. Van ilyen 28 fok, 30 fok már. Még alig múlt el 10 óra. Már megcsináltam 5 hektárt, most fog kiőrülni a tartály, megint tankolunk. Teszünk bele műtrágyát. Úgyhogy lazulunk. Jó idő van. Sok esély volt. Ebben a táblában belejártam ezelőtt 3 nappal. De olyan 2 óra fele az eső kivert minket, be kellett menjünk, de most jó idő van, és folytassuk. Akkor mikor húzottam, 3 nappal ezelőtt, sokkal kisebb volt, de akkor is gyönyörű volt, de most már nagyon nagyot nőtt. Nincs mire várni, nyomni kell lefele, mert ki fog nőni, és a traktor ki fogja törni. Így is már egy-egy hegy, mondhatom azt, hogy határeset a húzatás. Mert nagyon nagy az állomány, de még nincsen veszély vele. Közben itt hátra figyeltem, mert vannak itt vannak ilyen kődarabok, és nehogy felkapja a kapa, és figyel a sort el együtt. Kell figyelni, de nem mindenütt kell úgy. Csak ahol látszik, van egy nagy kő, vannak benne nagy kövek. Ugye itt a villanytelep mellettem, ezt a helyet, ahol most vagyok, ezt villanytelepnek hívjuk. Ugye innen egy pár falu, meg egy város kap áramot, ez lássa el árammal innen. Azért van itt a sok pózna. És felmegyünk a túlsó végre. Köszönjük velem a műtrágyát. Itt már nem tudok húzatni most már, mert a sorok, ott már van a csatlakozó sorok, és kivágja. Ott a Manitou. Pótkocsi van még 2 zsák műtrágya. Szerintem az elég lesz, ha nem, akkor meg majd hoznak. Ez a 3. nap, hogy húzatok már. Megcsináltam eddig 50 hektár. Úgyhogy mikor ezt csináltam, akkor bementem 2 órakor. Szerintem jó teljesítmény, nagyon. Egy nagy pózna. Itt ahol egy kisebb napraforgó, itt a gyömőtől fogta meg. Gondolom a kolléga, hogy szórta, itt a póznától forgott. Szerintem duplán kapta, 2-szer. És megfogta. De hát nincs mit tenni. Gyönyörű a napraforgó, hogy gyönyörű. Mondtassuk, hogy gyönyörű. Nem is volt még ilyen szép. Vagyis volt, de szép, na. Szép. Ami jó, az jó. Mindjárt megmutatom a kapát. A műtrágya 120 kg van. 120 kg-val megyek. Jó. Akinek tetszik, amit lát, csapjon egy lájkot. Illetve iratkozzon fel. További tartalmakért. Úgy kéne állják, hogy valahogy. Valami ilyen féleképpen szerintem jó lesz. Leengedjük a kapát. Köszönjük a légkont, itt még megállítom. Úgyhogy ja. Ezt a vedröt még kiveszem, én nem ez a vedr, azért aztán magammal vedröt, hogy ha valami
kell méregesen majd a műtrágyát, akkor legyen nekem. Kaptam a boltból. Majd megtankolom, akkor le kell takarítsam a kapákat. Meg is nézem, mennyi van benne, mennyi műtrágya. Pont jó, hogy idézítettem. Ezek a darabokkal van baj. Ezeket össze kell morzsolni, mert nincs benne rács. És ugye ez azért történt, mikor az eső elkapott engem. Tartály dugig volt, és egy kicsit beázott, de hál' Istennek, még jól megúsztak így, mert kimegy a műtrágya. Ugye nyitottam egy kicsit rajta, hogy jobban folyjon kifele. Mindjárt majd visszazárom. Most ment lehet ilyen 100, nem tudom hány kiló, 140 kiló is lehet. De mindjárt visszazárom. Kicsit megkavarom, hogy nehogy legyen benne görcs. Na, jó. Menjünk akkor, vegyünk le egy zsákkal. Ezt a vödröt ide rakom, mert most úgy látom nem kell. Csak útban van nekem ott a karoknál. Lekalakasztok a pótkocsit. A jó kis manitúrul. MLT 731-es. Jó van. Ugye rugós, megtartsa magát a rúd. Felszáradt a harmad, mert mikor még kijöttem a reggel, a harmad volt, hogy lucsukos volt minden. Na. Zsákkal leveszünk. Oké, csináljunk, hogy lássuk is valamit itten. Remélem a zsák nincsen beázva, mert akkor cumigó vagyok. Reménykedek benne. Becsavarjuk a kiengedem a műtrágyát. Jó. Nagyon vigyázzék, mert ez a kés nagyon, iszonyat nagyon vág. Jó, na ha belekapná, öcsém. Ez egy jó dolog, srácok. 500 kg félek egy tartályba. Így is most is, hogy van benne. Ha kivágnám a zsákot, akkor nem tudnám beletenni. Na, menjünk, álljunk rá. Olyan kényelmes ez a manit. Sokkal jobb, mint a másik szerintem. Kényelmesebb is, meg elég ezt az egyesítve szerintem. Ügyesen közé állunk. Előrém nem megyek, mert a... neki megyek a kerékkel a kapárnak. Na, nézzük, van benne görcs, vagy mi van vele? Álljál már le, öcsém! Úgy mozogsz itt, mi van vele? Neked kiszedjük belőle, mert nem a legjobb ötlet lenne, hogy belemenne. Úgy lehet, nincsen vele baj.
ügyesen megtankoljuk, és akkor megyünk tovább. A többiek a búzákat szórják gomba ellen, gombaölőzik, mert elkapatlanul a gombát, meg kell szórják, mert beteges, a lászokban már látszik. Azért állok így középre, hogy tudjam majd mind a kettőbe engedni. Elégazítsuk. Nem jó ötlet így kézzel belenyúlni, de hát kezdő az elmaradt most. Az elég ez bele. Még lehet sok is. Na majd kimegy a nő belőle. Jó. Ne felejtsen visszavenni a műtrágyát, kevesebb menjen egy picivel, mert nem lesz elég a műtrágyám. Mi lehet így se, de akkor meg biztos nem lesz. A műtrágy az azomúres, ezt használjuk. Azt hiszem 34%-os. Akinek esetleg ez mond valamit. Elég ez bele. Ez zárt rendesen, mert itt fog csüngeni, míg jövök majd vissza. Visszaveszem ilyen egyenlő 4-esre. Így. Megmosom a kezemet. Már eszem, mint rágya, már érzem. Gyorsan le kell mosni. Üj, de már meleg van a traktorban. Miért sem, már nem megy a rejkon, de már egyből gyulladni lehet benne. Jó.
mä en tuo feiraalunkin nän. Mä nyt saa alkaa ovo. Joo, ei mä itten. Se mä kaali chukin kaap. Haitti hänjen. Lennä mänkäti. Joo. Mä kemmän oon kapaa, kun mä kätä oka ritsuk. Musta ei mä ikka, kun mä oon lasu voi laittaa, mutta mä kein ousam. No, tsekka pakka emää emää kätseer. Ezzel meg lesz jó, úgy látom. 5 kapó van a középső sorokba, ez még egy 19-es kulcsot. Az a volt tesó. Takarítom, megyünk, fordunk vagy kettőt. Lássad, milyen nap a forgó. Na, kicsit beszélgessünk. Jó. Rendben vagyunk. Az a kérdés, hogy hol megyek lefele. Itt már csatlakozót kaptam. Hát kemény szerintem túróra. És nem tudom, hunk ezt a vetést. És légy tegyünk be. Írtó meleg van. Csatló van. Tegyük itt a szélén. Ó, hogy szélén meg hót gazos. Bevettük bele. Látom, mikor ez megyen. Ugye nagyobb napforgó, akkor már egy kicsit bátrabban menni vele, mert nem tudja eltemetni. Meg jobban haladok is. Ugye ezt befejezem, megyek egy másik faluba. Itt most magam vagyok, jelenleg magam húzatok. Ugye van még egy kapa, vagy kettő. De magam húzatok. Többek más csinálnak. Hú, van, lefejtem olyan meleg autként. A nyimellék kondja, hogy ideged. Jobb idő van. Én nem csináltam meg a kaszáló, tenap előtt a kaszálós vlogot. Azt sincs még feltöltve, de fel lesz. Tenap előtt szombaton, tenap vasárnap volt. Most meg hétfőn húzatok már, elkezdtük, lássátok. Most elkezdtük nektek, elkezdtem nektek, most már az első vlog, de én nem most kezdtem már. Remélem, hogy kezdte a vetést a fiú. Gondolom. Ő, de szélén jó.
az egész kapát felszer, az összes kapva. Autolas is, lehet, hogy vágja, csúszik, nem tudom. Ha azt kiszed, de sor köz kapja ott, akkor azt kimegy. Nem szarozik vele. Álljunk vissza egy rosszúba, és majd ha ide átérek, akkor majd jövök keresztén. Itt van. Itt is van. Engedjük lefele, és hagyd szóljon. Körülbelül ilyen 9,5-re megyek. Ez szerintem egy jó tempó húzatáshoz. Lehet, hogy lesz még egy rész, nem tudom, a kaszáros vlogban említettem, lehet, hogy lesz még egy rész, majd meglátom. Úgy mennyi kívül van, hallod. Kapák hallanak, hogy bögnek. Úgyhogy el vagyok ebben a darabban. De legyen az, minél nagyobb darab, annál szaporább benne haladni. Ugye visszafélentő tükörbe szoktam nézni, úgy általában, amikor hátra nézek, akkor mindig a műtőre szoktam megnézni. Nem-e van eldugulva. Mi oda pillantok, értelen. Ületem felszedte magát gazzal. Kicsit megemelem, előre bírok mehetlek. Kap a fútba volt pacirok, de már ki van gyömérte hozzá, de melyik így a kapa felszedi. És hogyha sokáig húzítom el a gazt, hogy ide után majd fogja vinni a sort. Azt majd nem szeretném. Inkább megemelem most, majd leesik rulla. Látásátok, gyönyörű napraforgó. Hát ez tértű fejebb van, fejebb ér szerintem nekem. Hál' Istennek szépek. Szép egyenlő. Mondom, az alatt nőtt 3 nappal ezelőtt, ez kicsi kisebb volt jóval. Nem is írta még a hídon. Meg a hír az első hídat. De határeset, na itt már itt például határeset, ahol most jövök, de még elmegy. Még mondhassuk, hogy még lehet csinálni. És nyomjuk is, mert jó idő van, úgy nő, mint a húznák, és nem fogjuk tudni meghúzatni mindent, hogy hát megölődtünk mellette, pláne egy kapával. De hát én nyomom, amit ülent elég megteszem. Hú, de szép. Figyelni kell, mert ha már kicsit félre még, akkor már csapja a hadsor. Igen, mert majd már van csatló, majd végén már felhúzom. Sorba kell álljak. Tehát ha így állok, akkor mindig ott megvan a medegép nyomoment. Így jó.
kommentben meg lehet írni a véleményeteket. Meg, hogy tisztelitek milyenek a napra forgó kukoricák, le lehet írni. Ugye szerintem abból is lesz videó, ami kukoricát fogom sorközművelézni, húzatni. De az még egy pár nap múlva, mert még a napraforgónál vagyok. Látossátok. Haladok szépen. Körülbelül ott van velem, nekem balra nagy pózna. Na, attól erre felekeztem ma. Hát ilyen 5 hektár. Itt van haladás hosszú fő. Ez is. Most itt nekem valamelyik plakon. Adria Kóra! Ezt így meg kéne kóstoljon, mert kezdem megszomjazni. De a kifussá hely. Így is van. Zene off. Még live-olok, utána hagy menjen. Vagy live-olok már megint. Még vlog-olok. Itt a modulátor, arról megyen Bluetooth-val keresztül, hallgatom YouTube-ról a zenéket. Szépen szól a műfelt, úgy látom. Lemegyünk, majd feljövünk, aztán végig is lesz ennek a blognak. Kinyom már ebédeljek. Milyen kövek vannak itt helyen. Az igen, volt egy hangja. Elkapta a megkerék, kiskerék, gondolom. Úgy látom, hogy felkapott egy követ a kapa, mert kicsapott a 2 méter alsó. A nyakát. Vájapá, milyen fogom itt állod. Hú, de nagy. Zenből lehet várni egy termést. Felkapjál már egy követ, mert szítsöztek. Úgy látom, jól megy a minden. Jobb megállni, mikor hátnéz ember, mert sose lehet tudni. Az a pár másodperc se ide, se oda. Ugye ez egy ilyen kis fekete föld, itten. Ezek jó földek. Látszik a napforgón is. A sebesség az 2-es, gyors 2-es. Gyorsba, meg 1-től 4-ig. 2-esben vagyok. Nem tudom, még egy sárt műtrágy elégeszi nekem ide. De nem baj, mert nem akkor majd szólok, hogy hozzanak.
ugye azt akartam mondani, hogy most eszembe, hogy ez a kapa, ez tőgy is egy kicsit. Mivel sok kapa van egy sorba, öt, mikor ilyen tempóban megyek, akkor már tőgy is a közit. Mindjárt megfordulom, mutatom, hogy ezt hogy is mondom. Olyan, mint egy tőgytögetőjű. Sok művelői kapának köszönhetően nyomja a földet a napraforgónak a tövére. Ez a lényeg. Meg az, hogy a műtrágyát sorra teszi, a sorjára, és a földet meg elhúzza, eltakarja. Egyébként úgy látom, ott a napforgóban felne a nyakát, le kéne lőni. Hagy menjen! Nem bántsuk. Leveszem a kamerát. Itt látosod a hosszóra a műtrágyát. Szépen a tövére teszi. Így, minden sor. Na, ilyenből, szép tiszta látosátok. Lesz ilyen. Na itt van, itt látszik, hogy szépen ráteszve a tövére. Kb. Ilyen 3-4 centi földréteget tesz rá. Úgy ez jó fekete föld. Ilyen munkát csinál. Gyönyörű napraforgó, szép kövér, nem beteg. Így ilyen lesz a köze. Ó, adj már. Ilyen szépen. Szerintem itt végig is lesz ennek a vlognak. Ugye már megyen 34 perce. Szerintem elég. Itt jobban látszik, ilyen szép munkát csinálunk. Így. Úgyhogy kollégák, mindenkinek jó munkát. Ugye, ami a sor közében van, azt így kivágja. Puff, nyek neki. Hú, de szép. Szépen nagy tábla. Gépkapcsolat. Ugye már ismer, a traktort ismeritek. Kapát még nem. Úgyhogy azért van különbség, ahol elmegyek, meg ahol még nem. Igazából a műtrágya, meg azt, hogy egy kicsit meglazítsuk, jobban nő. Annyi a lényeg. John Deere 2850-es, 4 végkökény, 4 kesen gumival. Mi az már? Taurusga, minden egy Taurus. Taurus, Gaspárral kapa. Kicsit felcsüngetve. Hogy ja. Srácok, köszönöm szépen! Menjem a félre mindenkinek a figyelmet. Ha tetszett, akkor csapjatok egy lájkot, az fontos. Illetve iratkozzatok fel. Tanálkozunk a következő vlog vagy videó formájában. Lesz második rész is, majd meglássátok, várjátok szerintem. Úgyhogy nem is húzom tovább a szót. Én Csabi voltam, további jó munkát mindenkinek. Kitartást, szavaztok!